akkor a mai első alanyunk egy ilyen kis könnyed, csatahajós játék. Hát igen, ez már ránézésre is nagyon, nagyon bíztatóan néz ki. Na jó, hát akkor menjünk rá a play-re, aztán nézzük meg, hogy... Mi van? Ez most komoly. Ez most komoly? Mi az Isten történik? Hogy néz ez ki? Össze van nyomva a másik hajó. Én valamiért az Arvosról célzok, mert miért ne? És most birkózok a másik hajóval, vagy nem tudom. Azt a rohadt életbe. Hát igen, célzás az nem nagyon van a játékban, itt alul láthatjuk, hogy amikor lövöldözök, akkor a szélrózsa minden irányába lövöldözök. Oké, hát úgy tűnik meghaltam. De nem haltam meg, hát még most is megyek. Tudok lőni is. Nézzük ezt csak még egyszer. Egyébként van ott egy célkereszt, de hogy most azzal hogy kéne célozni, az rejtély. Mi az Isten jön ott? Ez volt az air support? És mik voltak azok a JPG-k, amikor becsapódtak a bombák? Ezeken a hajómodelleken amúgy nem tudok napirendre jutni. Nem is a modellekkel van a baj, nyilván valami lopott eszed, de miért vannak összenyomva? Mert hát igazából úgy közlekedek itt a vízen, mint hogyha valami rohadt távirányítós autóval mennék. De azért az baromi fontos volt, hogy beprogramozzák azt, hogy a vízen, hát úgymond valami nyomot hagyjak, amikor megyek rajta. Attól függetlenül, hogy valószínűleg nem érek hozzá a vízhez, mint ahogy az ellenfelek se. Hát remélem, hogy sikerül egyszer csak valahogy, aha, egybeolvadtunk. És hát igazából taktikázni nagyon nem kell, folyamatosan lövöldözni kell az ellenfélre, aztán valószínűleg úgyis elsüllyed. Na jó van, hát ez igen, tehát nagyon sok lóalfört szutykot bemutattam már ebben a sorozatban, de... Kill me! De ez szerintem egy egészen új szint. Tehát, hogy ennyire igénytelen legyen egy játék, én ezt nem is értem. Na hát megint egybeolvadtam egy másik hajóval. Zseniális. Ó, és kilőttek. A fene egye meg. Jaj, de kár. Na jó, hát... Szerintem ezt kimaxoltuk, én úgy érzem. Viszont, hogyha szeretnétek egy jó csatahajós játékkal játszani... Igen, most az jön, amire gondolsz. World of Warships. A World of Warships az előző szörnyűséggel szemben egy ingyenes, konzolokon és PC-n is elérhető játék, amit barátokkal is játszhatsz, hogyha neked esetleg lennének olyanok, illetve csapatban is. Több mint 600 féle csatahajó közül választhatsz, köztük akár repülőgép hordozók és tenger alatt járók közül is. Hogyha még nem próbáltad volna ki a World of Warships-et, a leírásban található linken keresztül megteheted, és még egy 25 euró értékű kezdőcsomagot is kapsz, amivel könnyebben belevetheted magad a játék világába. Ez magában foglal 500 doblunt, amit valószínűleg rosszul ejtettem, és amit különféle előnyökre tudsz felhasználni. Többek között tovább képezteted vele a parancsnokaidat, vagy vásárolsz vele prémium fiókot. 2 millió kreditet is kapsz, amivel hajókat vásárolhatsz. Kapsz még egy tier 4-es hajót, 7 nap prémiumot és 6 commander skill pontot, amivel szintén fejleszteted a parancsnokaidat. A játékban a különféle hajóosztályok, amiket már korábban említettem, más-más játékélményt nyújtanak, ezért ajánlom, hogy játszatok le néhány menetet, hogy igazán belelássatok a játék világába. Úgyhogy kattints a leírásban vagy a pinnelt kommentben lévő linkre, és tegyél egy próbát a játékkal. Na nézzük tovább, hogy milyen szörnyűségeket találtam még az áruházban. Hát úgy tűnik, hogy ez a két véglet van, hogyha budget játékokról van szó, horror játékok és zombis játékok. Tipikus Unity-vel készült zombis játék, na nézzük, hogy ez milyen. Ne legyünk kirekesztőek, ne legyünk előítéletesek, biztos egy nagyon jó játékról van szó. A grafika amúgy tök korrekt, stilizált, nem vállal sokat, de legalább... Nem rossz ránézni. Nem akarom kikaparni a szememet. Itt szépen látszódik, hogy hol spawnolnak a zombik. Headshot semmit nem ér. Oké, hát ez nem is olyan egyszerű, mint gondoltam azért. Ahhoz képest elég sokan vannak. Ajjaj. Jó, gyorsan csökken az életem is, mi a fasz? Oké. Nem tudok ugrani, mert nincs energiám. Oké, hát az első hullámnak azért ez egy kicsikét intense. Oké, hát úgy tűnik, hogy nulla életem van jelenleg. Airdrop incoming. Nagyszerű. Remélem ráesik valami háztetőre, és akkor nem tudom felvenni. A Star Trek amúgy egész érdekes. Egyáltalán nem rossz. Pedig valami magasabb szintre kéne jutnom. Oké, meghaltam. Ó, és azt hittem, hogy milyen jó lesz, hogyha felmegyek a kocsi tetejére, de akkor sziklákkal dobálnak, illetve kövekkel. Sziklákkal az... Az talán nem a legjobb megfogalmazás. Oké, érdekes. Furcsa, hogy erre is gondoltak. Ez úgy tűnik, hogy annyira nem low effort, mint általában ezek a zombis játékok a sorozatban. Nyilván nem azt mondom, hogy a világ játéka, de korrekt, meghaltam megint. Igen, hát nem egyszerű egyébként, de elvileg lehet a fegyvereket vásárolni, aha.
Hát még nem most. Egyáltalán nem könnyű ez a játék, basszus. Itt inkább az a baj, hogy egyszerűen nem tudom ezzel a pisztolyal elég gyorsan lelőni a zombik vadát. És ott elég sokan vannak. Headshot az nem ér sokat, és minden irányból jönnek. Próbáltam egy kicsit most ilyen jobban védhető helyre menni, de hát nem sikerült. És az a baj, hogy elég hamar kifogyok az energiából is, és futni se lehet, ők pedig elég gyorsak. Oké, ezzel így lesznek problémák, én úgy érzem. És persze beszpannolnak minden irányból, szóval igazából nagyon felkészülni se tudsz arra, hogy akkor most honnan jönnek. Baszki, ez inkább valami party játék. Mi ez a rév egyébként már, ami megy a háttérben? Esküszöm, élem. Igen, hát valószínűleg, hogyha ketten lennénk ebben a játékban, akkor azért fokkal jobb lenne. Ja, de ezeket a robbanósurdokat amúgy lehetne használni. Ezzel a gránáttal úgy viszonylag talán megoldható a dolog, de megint körbe fognak, az a baj, basszus, nem tudok futni, olyan kevés az energiám is. És sikerült, végre jutottam a harmadik körig. De pénzt még mindig nem látom, hogy nagyon droppoltak volna a zombik. Ott van pénz, ott van pénz. Gondolom 20 dollár. Hol az airdrop? Ott az airdrop, a pálya másik felén. Remélem, addig nem kezdődik el a következő wave, mert akkor így ennyi. Nincs túl sok életem, és nagyon remélem, hogy most már kaptam valamennyit. És persze nem. Nem várja meg, amíg oda elérek. Jó, hát ez ennyi volt akkor. Minden irányból spannolnak a zombik. És ezek már köpködnek is. Ez az! Nézzük meg, hogy tudok-e venni valami jobb fegyvert. 130 dollárom van az előző kör óta. Azt a rohadt élet. Ez valami elképesztően lassú grindolós játék akkor. Ó, oda fel lehet menni. Ó, ezek. És ott a shotgun is nem veltem föl. Ez kedves. De legalább találtam végre egy utat valami magasabb helyre. Van egy olyan érzésem, hogy ide nem feltétlen jöhetnék be, vagy én nem tudom. Nézzük, milyen helyzet odalent. Ó, jaj, de szomorú látvány. Tessék gránát. És meg is nyertem a kört. Van fall damage? Nincs. Azt hiszem, hogy megtaláltam a játékban az exploitot. Jó, hát szerintem igen, megnyertem a játékot. Innentől kezdve tényleg egy grindolás az egész. Gyertek, csak gyertek. Nem tudjátok még, mi vár rátok. Hát igen. Szomi. Nagyon szomi. Slaughter General! Megérkezett az első boss. Aja, itt valaki lövöldözik. Biztos a General. Oké, tehát akkor annyira mégsem lesz egyszerű a dolgom, mint gondoltam, de hát hogyha... Tipikus helyre, hogyha beállok... Aha, lövöldözik rám nagyon. Ott jön. Hát azért szerintem még így is megoldható. Még gránátokkal is dobál ráadásul. Én is dobálok egyet. Hoppá, ez nem igazán sikerült. Jól, nem baj. Meghaltam. Nem baj, talán most lesz elég pénzem arra, hogy vegyek valami értelmes fegyvert. Ja, ennyit grindoltam és egy uzit tudok venni. Nem baj. Az is jobb egy fokkal. Megpróbálhatjuk akár azt is, hogy most becsületesen játszok egy kicsit, hát hogyha ezzel az uzival egy kicsit könnyebb. Hát őszinte szóval nem mondanám, hogy sokkal erősebb lenne a pisztolynál, csak... Több lőszer kell a zombikba. Hát ez egy rendkívül rossz deal volt, én úgy érzem. Azt a rohadt, ez mi volt? Felismerte a játék, hogy itt exploitot használok? Rám tud esni az airdrop? Akkor mi történik? Nézzük meg. Remélem gránátokat adom úgy. Megállt a fejemen. Zseniális. Oké, megöltem az első boss, hatalmas nagy teljesítmény, tudom. Azért ennyire ne ünnepeljetek, léci. Hát igen, ez egy elég grindolós játék. Értem, hogy most szarrá exploitom az egészet, de hát egyedül hát azért ez nem egy egyszerű dolog, pláne ilyen fos fegyverekkel. Na jó, meghaltam. Hát hogyha tudok venni most egy ténylegesen jó fegyvert. Most kevesebb pénze van, mint az előbb. És ahogy nézem, nincsen multiplayer, tehát az egyetlen dolog, ami miatt ez a játék mondjuk jó lehetne, az amúgy nincsen is benne. Mert ez így egyedül, ez így lehetetlen szerintem, hogyha nem csízeledsz arra a játékot. Bocsánat, ezért a hunglisért, nem sajtolod a játékot. Sajtolásokat kell használni. Tudom, hogy így is ez alatt a videók alatt mindenki a rossz PC játékokat hozza föl, de... Lépcső, lépcső, lépcső. Sajnálom. Amúgy nagyon kedves, hogy még a hullákra is azt írja ki, hogy találatot ért a lövésem. És persze, technikailag találatot ért, de kicsit megtévesztő tud lenni, amikor messziről próbálod lövöldözni a zombikat is. De azt hiszed, hogy valójában eltalálsz valakit, de igazából a hullákat gyalázott már 10 perce. Ahogy most hiszem, ezek nem Counter-Strike-os kés animációk? Nem. Csak hasonló egy kicsit. Vagy azok? Nem ilyen volt a Source-ban? Fú, nem tudom. Majd valaki megmondja, aki jobban ért hozzá. Ajaj, meghaltam. Bele leestem a zombik vadához. Illetve lehet, hogy ez itt egy jó fedezék.
vicces, hogy egy kicsit mozdulok, akkor a Pathfinding AI hirtelen rájön, hogy ó, most már van egy hely, hogy közelebb tudok férkőzni hozzá. $1000 van, akkor végre tudok venni egy jobb fegyvert. Na nézzük ezt a jó kis MP5-öt, talán. Hát, hogyha ezzel már lehet rendesen játszani. Talán a fejlövés egy kicsit erősebb lett, de amúgy... olyan... észreszerűen nagy különbséget nem érzek. A legnagyobb probléma, hogy mindig az össze-vissza spawnoló zombikkal van. Na jól van, azt hiszem, hogy értjük a lényeget. El lehetne ezzel játszani órákat, feloldhatnám az összes fegyvert, miközben kempelek a háztetőn. Igazából korrekt a játék alapja, de szerintem elképesztően rossz a balansz, és... hát ez multiplayer játéknak egy fokkal jobb lenne. De így egyedül nem mondom, hogy lehetetlen vele játszani, de egyszerűen olyan szürreálisan nehéz az össze-vissza spawnoló zombik miatt, hogy nem. Ezt én úgy gondolom, hogy ez így ebben a formában nem túl játszható sajnos. Az előző videóban már volt egy backrooms-os játék, ami hát sajnos egy elég nagy átbaszás volt. Viszont most nemrég megjelent még egy, gondoltam nézzük meg ezt is. Ez a leírások alapján egy kicsikét talán jobbnak tűnt. Mi történt? Oké, szóval itt is valószínűleg a backrooms-ok az első szintjén vagyok. Itt legalább vannak tárgyak néha. Hát a sound design az előző játékban az sokkal parább volt, tehát ez kicsit ilyen amatőrebbnek tűnik. És nem igazán tudom, hogy mi a feladat, hogy most nekem itt mit kéne csinálni. Ó, víz. Ja igen, mert ez ilyen túlélő horror ráadásul. Annyit azért elolvastam. Ó, és ki lehet nyitni a fiókokat. Értem. Már több dolgot lehet csinálni, mint az előző játékban. Egyébként egy szőnyegpadlós teremben kétlem, hogy ennyire visszhangoznának a lépteim, de mindegy. Abból a szempontból tökjük ezek az asztalok, hogy legalább tudom őket... jó, mentillátor. Legalább tudom őket használni ilyen útjelzőknek, hogyha már kinyitottam, akkor legalább tudom, hogy itt már voltam. Na jó, most már történjen valami. Ugyanaz a probléma, mint az előző játékkal, hogy marhára semmi nem történik. Feszedtem egy csomó hülyeséget. Kaját, painkillert, meg mit tudom én. Ez arányért következtetni, hogy valószínűleg lesz valami harcféle, vagy legalábbis valami lesz, amitől sebződhetek. Hát egyelőre nem tudom. Biztos, valamikor, egyszer csak. Úristen, de baromi unalmas ez a játék. Itt keringek, mert nem tudom mióta semmi nem történik. Az előző játék az igaz egy átbaszás volt, de az legalább így tudott para lenni igazából ezekkel az ilyen sound design elemekkel, meg a lámpa fellekapcsolással. Itt semmi nem történik. Itt az égvilágon semmi nem történik. Oké, ez most para. Mi történik? Legalább valami történt. Jó, kicsit hideg kirázott azért, mert annyira elkönyveltem már a játékot ilyen teljesen üresnek, hogy nem számítottam rá. De így önmagában, oké, megtörtént ez, és amúgy. Hát srácok, azt hiszem ki lehet jelenteni, hogy megint át lettem baszva. Nincsen szerencsém ezekkel a backroom-os játékokkal. Itt bolyongok, mert nem tudom mióta semmit nem találtam, semmivel nem találkoztam. Megnéztem a Steam-es oldalt, közösségi témákat, úgy tűnik, hogy senki nem talált ebben a játékban szintén se. Oké, úristen, sikítás, jaj, megijedtem. Tehát, hogy többen is írták, hogy igazából ők se találtak nagyon semmit. A rengeteg ígéret a Steam oldalon, többek között Immersive AI, az egy nagy kamu. Tehát abból, hogy Immersive AI, én arra számítottam, hogy lesznek itt valamiféle ellenfelek. Meg hát, abból kiindul, hogy van élet, meg túl kell élni, na mindegy, hát nem igazából. Addig tudsz túlélni, amíg nem fogysz ki az összes kajából, meg minden. Technikailag értem, hogy ez hogy lehet egy realisztikus backrooms experience, de játéknak ez szintén nem jó. Csak úgy, mint az előző backrooms-os játék sem. Az legalább egy kicsit para volt, ez még az sem. Hát sajnálom. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, illetve szeretném megköszönni a World of Warships-nek, hogy támogatta a videó elkészültét. Kattintsatok a leírásban lévő linkre, hogy kipróbálhassátok a játékot, illetve hogy megkapjátok a 25 € értékű kezdőbónuszt. Találkozunk a legközelebbi videóban, addig is sziasztok!